No. No way I'm going back upstairs. Jó, nem megyünk vissza, persze, természetesen nem megyünk vissza, de itt is alaposan körbenézünk, mert hát, hogyha találunk valami érdekességet. Amúgy tök érdekes, hogy a kamerának itt, tehát ahonnan ugye mi nézünk, annak van egy boxa. Tehát nem lehet közel menni hozzá. Tehát rendesen egy kör alakú boxa van a kamerának. Na, vagy gömb alakú. Nézzünk akkor körbe. Ott hátul van egy orvos, ott van egy iroda, itt is van valami orvosszerű. At this time of day, Dr. Zemi and Teen should be available. I'm sure we will find Dr. Zemi and Teen in his office. At this time of day, Dr. Zemi and Teen should be available. Jó. Akkor nézzünk még itt erre körbe, hát hogyha tudunk még beszélgetni valakivel. If it's for a regular checkup, the doctor's offices are behind the reception area. For any complaints, please speak with the doctor. Jó. Megnézzük, hogy ez itt így micsoda. Vászembor... A többit azt nem tudom elolvasni, mert nem értem ezt a nyelvet. No. Akkor hirtelen felindulásból menjünk ki. Tehát nézzük meg, hogy el tudjuk-e hagyni ezt a klinikát. Egyáltalán. Ugye vissza is tudunk menni, akkor... Ah, that I missed the last funicular. Do you know why Dr. Efimova locked down the clinic? Mention of a safety measure from what I heard. Apparently one or two patients were wandering about. But I've finished work. What can I do until the funicular is running again? I wanted to go to the tavern for lunch. Today is the day when that cute Sarah Steiner is working. I'm afraid they don't actually need a reason, my friend. You're primed and ready for overtime. And it's good timing. Dr. Mangling told me he was going to need help upstairs. With a difficult patient. I'm sorry for the inconvenience. I'm sure the funicular will be up and running in no time. We don't have any input whatsoever on how they decide to run the funicular, miss. I'm sorry for the inconvenience. I'm sure the funicular will be up and running in no time. Are you here for a visit? Listen, haven't we met somewhere before? Are you here for a visit? Na, ebből is amúgy már ki lehet matekozni, hogy itt van egy sikló, ami elment. Trapped. Úgyhogy innen nem jutunk le. Sőt, még az a kapu is be van zárva. És nem csak mi ragadtunk itt, hanem mások is. But it's completely crazy. They closed everything down, just like that. So now how am I supposed to get back? Hát igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de a lényeg, hogy igen, erre felé nem fogunk kijutni. Úgyhogy egy alternatív útvonalat kell keresnünk, hogy kijuthassunk erről a klinikáról. Úgyhogy irány vissza. No. Recepciós hölgy. Excuse me. Yes? Klinika. Pretty gloomy clinic. It could do with a bit of human warmth. It used to be the fortress of the Dukes of Valsambor, the ancient rampart standing against invasions from the east. The inhabitants of Valsambor took refuge here and often escaped the besiegers through mysterious secret passages. When did it become a clinic? That was 20 years ago. Thanks to Dr. Zamyatin. Jó, Dr. Zamyatin. I'm looking for Dr. Zamyatin. He's in his office. You'll find it in the small corridor back there, the first door on your left. És a kijárat? I would like to leave this clinic. Would you mind telling me where the exit is, please? Well, usually I'd have told you to go over to the other side of the courtyard to take the funicular that goes down to Valsambor. But it seems Dr. Efimova has shut off the entire clinic for security reasons. The funicular has been stopped until further orders. I see. Thank you for all that information. I'll be going now. Maybe you should head on back to your room and wait until they say the funicular is fixed and back in service. I'll think about it. Goodbye.
Azt mi most nagyon nem szeretnénk megvárni, úgyhogy inkább haladjunk, menjünk szépen ide hátra. No, menjünk ide nagyon-nagyon hátra először. I've been waiting for my appointment for hours. That's just incredible, isn't it? Shutting down the funicular while there are still visitors. Igen, ez eléggé felháborító. I'm here to see my husband. He's been here months and months. His doctors say that he hasn't fully recovered yet. Jó, na. Ugye azt mondták, hogy balra. Akkor nézzünk el a balra. The funicular is out of service until further notice. Believe me, we are just as annoyed as you about the funicular. Why not have a seat for a bit in the waiting room? It's just near the offices, right behind reception. Have you seen the ruins in the courtyard? The ramparts date to the Middle Ages, you know. Jó, na. Bemegyünk akkor szépen ide. Ah, hello, Miss Walker. How very delightful to see you up and about. Even if I really have to admit that I'm a bit surprised, our dear Dr. Olga painted a far darker picture of your current state of health. August engem. I don't want to say anything bad about someone you seem to appreciate, Dr. Zamyatine, but quite frankly, Dr. Efimova worries me. Ah, and why is that? She and her associate, Dr. Mangling, put me through a real interrogation. They're also keeping Kirk, the young Yukel, prisoner, attached to his bed. Not to mention the psychological grip she seems to have on everybody here. Listen to me, Miss Walker. I know that waking up after a prolonged period in a coma is difficult. In such a context, anxiety attacks are very normal. But please, do not project it onto Dr. Olga. I'm not getting any younger, you know, and running this clinic is a very heavy burden. The last few years, Olga has shown she is capable of assisting me. I have every faith in her. But... The subject is closed, Miss Walker. Please tell me about that pendant you have around your neck. I must admit I noticed it as soon as you walked in. Oscar. It belonged to Oscar, a friend who passed away. I understand, Miss Walker. I myself have borne the weight of grief for decades now. Wearing a token from someone dear to you is a natural thing. Dr. Zamyatine, I promised Kirk I'd go to the craftsman in Valsambur and bring back his mechanical prosthesis. The poor boy has been waiting for it for ages, so I'd like to try to speed up the process. Would you tell me how to get there? Now there's a truly noble initiative, Miss Walker. I asked my clockmaker friend Simon Steiner to manufacture the young Yukol's mechanical prosthetic leg. He's a capable craftsman and ingenious. You'll find him in his workshop near the Valsambor port. I imagine he must almost be finished with his work by now. He makes amazing things. You'll see. Can you authorize my release so that I can see Dr. Steiner? Unfortunately, I've been told that the clinic is in lockdown. You will have to ask Dr. Olga, Miss Walker. She signed the current order to lock our establishment down. She's in charge of giving out the passes. This book should answer any of the questions you may have about our Yukol's friends. Farewell and bon voyage, Miss Walker. Yukol? Why did the Yukols ask you to heal Kirk? On each of their migrations, the Yukol shamans and I have exchanged medical knowledge. Their trance therapy and materia medica have provided astounding results for my patients affected by psychological afflictions. In exchange, I do what I can to take care of those injured that they can't heal using their traditional medicine. Like, that poor boy who lost his leg. A vándorlás? How many ostrich migrations have you seen? This is the third one. I'm lucky to have seen so many of them. It's a rare spectacle. Believe me, the great herd of ostriches accompanied by the Yukols.
doomed to blindly follow their animals wherever they happen to roam. And they don't care about countries, wars, and borders. You seem to like the Yukels, Dr. Zamiatine. They are a fascinating people, you know, and such astonishing medicine infused with shamanism. Without which, no doubt, you would have never arrived in this clinic alive, Miss Walker. És a rasszizmus? I get the impression that the Yukels aren't much liked around here. Indeed. It would seem that most of the inhabitants of Valsimbor are now quite hostile towards them. This wasn't the case a while back, you know. When I was young, the migration of the snow ostriches was an event widely welcomed with open arms in Valsimbor. Why the change in attitude? Our region was actually somewhat devastated 20 years ago. Dramatic events changed the way people viewed the world. The people turned inward on themselves. They are less welcoming. And the fact that the Yukels have been stuck here, next to Lake Valsimbor for several weeks, hasn't helped. It's really necessary for me to ask Olga's permission to leave? You're the director of this clinic, after all. Olga is my right-hand woman. I can't keep her uninvolved in current matters, Miss Walker. She is also currently your doctor. You should really talk with her about it. She isn't as evil as you seem to believe. You'll find her in her office, most probably. Jó, előtte... You will find Dr. Olga hard at work in her office, Miss Walker. Igazi, kattintgatok egy-kettőt. If a patient can leave our clinic, Miss Walker. Jó, elvileg talán a doktor elmondott mindent, amit kellett volna, és beakadtotta, az alulott a felirat, úgyhogy ez így nem jó. Na, várjátok, mindjárt megoldjuk valahogy. Igen, vannak ilyen hibák a játékban, sajnos nem sajnos. Hú, ezt hogyan fogom... Ezt hogy is javítottam ki annak idején? Ajjaj. Most töltsem be a játékot? Nem, így már jó lesz, oké, na, megoldódott. Csak hosszan kellett amúgy igen tartani a... Tehát hosszan kint kellett lenni az escape menüben, mindegy, szóval ott. The American is awake. You must hurry, Colonel. How is she doing? Fine, apparently. She is docile for the moment. This may not last too much longer, I'm afraid. And what about the tribe of nomads? Just like the past 2 years, Lake Valsimbor hasn't frozen over, so the herd can't cross the ice. They're stuck here. And also, their young guide is still in our control. If everything goes as planned, soon the Yukels will have no choice but to go back home. Especially as I have a plan to speed things up. Fine. There's also the American detective, Colonel. He should be arriving soon. Let him meet with Miss Walker if that's what he wants to do. No point alarming him just yet. But when all is said and done, we're the ones who are handling the young woman's case. No American is going to come here and tell us what to do. What? Where did she go? Hát egy titkos átjárón amúgy távozott, csak előtte nézzük meg amúgy a számítógépet. Uha, na várjál, kicsit előre kell hajolnom. Szóval, két Walker, meg ugye eléggé kuszás az írás, de bepróbálom felolvasni, jó? Olga, megerősítést kaptam arról, hogy az amerikai egy felforgató. Hisztérikus alkat, és a fejébe vette, hogy egy öreg őrültet elkísérjen holmi képzelbeli szigetre. Útközben nagyon komoly zavarokat okozott a hatóságok számára, és mindenek előtt kapcsolatba került azokkal a lejmolós Yukelokkal. Úgy tűnik, hogy Uncle Sam nagyon fontosnak tartja valamiért. Ez egy jó alkalom, hogy megszabaduljon tőle, amikor Valsimborba érek. Az embereim le fogják tartóztatni, és át fogják adni az ország hatóságainak.
Addig is jól viselje gondját, ezredes. Oké, ez egy válaszlevém a Zamyatinek. Oké, jó ötlet, ezredes. Tegnap Olga igen írta, ezredes, megkaptuk a szakbizottság jelentését a klinikai menedzsertől, és minden tisztelettel az elvtársak felé, de úgy vélem, hogy Zamyatin partvonalra helyezése az én nevemben hiba lenne. Soha többé nem hagyhatja el az irodáját, persze, és minden felelősséget rám ruház, de az aláírása minden dokumentum alján megjelenik, még az én kísérleteimmel kapcsolatban is. Ezért úgy érzem, jobb lenne hagyni, hogy az íróasztal mögött maradjon. Ő tökéletes, kirakati bábú. Az ön szolgálatában, doktor Olga. Effinova a doktornő. A nevem Nick Cantin, és kérdés nélkül elismerem, a legjobb magánnyomozó vagyok az Egyesült Államok keleti partján. Telefonbeszélgetésükre hivatkozva veszem fel önnel a kapcsolatot, melyet ügyfelemmel Marson & Lomort ügyvédi irodával folytatott. A megjegyzés szerint az elkövetkező néhány napban érkezem, hogy tiszteletben tartsa a Kate Walker kiadatásával kapcsolatban a céggel kötött szerződés feltételeit. Ha már egy valami még mindig zavaros nekem, igaz, hogy Walker kisasszony letartóztatta valamilyen helyi milícia? A nap folyamán szeretnék egy videokonferenciát folytatni önnel, hogy tisztázzam ezt a pontot, és átvegyük az utolsó néhány gyakorlati részletet az érkezésemről. Üdvözlettel, Nick Cantin, a keleti part legjobb magánnyomozója. Jó, illetve akkor lenne itt egy sürgős elintézni való, később látogasson meg a kazánházban, gondoskodnunk kell azokról az átkozott nomádokról. Ma Helmut Mangolo írta, igen. Szóval Effinova a doktornő. Az ajánlásait szem előtt tartva a 10-es számú páciens, az amerikai Kate Walkert, alávetem egy szokásos pszichiátriai interjúnak. Habár első pillantásra meggyőzőnek tűnt, a páciens mindazonáltal bizonyította az anarchia iránti hajlandóság minden jellegzetes tünetét, amely olyan gyakori a félrevezetett hazájában, ami rosszabb, kiderült, hogy teljesen magáévá tette a Yukol nomádok ügyét, és nyilvánvaló, hogy folytatni akarja szeretett régiónk megzavarását. Ezért olyan vészhelyzeti protokollt javaslok, amely korlátozza mozgását és érintkezését olyan más betegekkel, akiket arra ösztönözne, hogy fiatal nomádként agitáljanak. Igen, ezt szem előtt tartva fogom a mechanikus ágyat kalibrálni a páciensnek a reagálása előkészítéseként. Tisztelettel, Dr. Helmut. Jaj, de jó! Hello, Miss Effinova. I'm here to see you too. Kate Walker, it really is you. What a coincidence. I've been looking for you for weeks. Mr. Canton, I presume? Ah, I see that my reputation precedes me. Miss Effinova must have told you I was coming. No, I just now learned of your existence, Mr. Canton. A while ago, my employer in New York informed me that he was going to stick a detective on my back. I don't like to boast, but I'm the best detective on the East Coast. Never a problem with me. I've been asked to bring you back home safe and sound, Miss Walker. I should be in Valsenbor in a few hours. Nem fogok visszamenni, bocs. I'm sorry to disappoint you, Mr. Canton. I'm sure that finding me hasn't been easy. Oh my God, you have no idea. I'm afraid this might upset you, but I'm not planning on going back to the United States for the moment, Mr. Canton. To be honest, you don't really have a choice. The U.S. Justice Department is looking for you, and I even have an international arrest warrant for you, Miss Walker. Who'd have thought? The feds are looking for me? But what's the charge? I've done nothing wrong. Embezzlement!
Apparently you took off with a contract for the sale of the Clockwork Toy Factory in Vorarlberg. And you took advantage of the seller's senility. You're even suspected of being responsible for the death of one of them, a Mr. Hans Vorarlberg, the last heir authorized to sign contracts with the company you represented. That's not negligible. You know, Miss Walker. This is completely ridiculous. And as far as I know, you aren't authorized to represent the Justice Department in this country. You're just a detective. So you'll have to put up with it, Mr. Canton. I'm not going back to New York with you. So leave me alone. Wait, Miss Walker. Please be reasonable. Goodbye, Mr. Canton. Na igen. Hát a helyzet az igen, hogy elfogató parancs van két ellen. All sorts of sedatives and tranquilizers. Igen. Altatók és nyugtatók. Jó, jó dolog ez a billentyűzetben, ez az E betűnek a nyomkodása. Na, akkor nézzük, hogy itt mi van. Szóval. Jó. Igen, itt van egy pajzs, ezen kell majd beállítani egy-két dolgot. Szeretnék visszalépni, köszönöm. Na, és ezzel egy időben ugye itt megmozdult itt a kard. No, ezt úgy kellene amúgy beállítani, hogy... Tehát ennek csak ennyi a holt játéka. Jó, akkor ezt akkor így hagyjuk. Egyelőre, de ezeket akkor így kinyitjuk. Jó, annak ott a helye. Ennek itt a helye, illetve... Így négy ilyen polipot kellett kirakni. Na, és akkor itt van a kód. Kék, kék, vörös, vörös és egy zöld. Tehát alul vannak a vörösök, és itt van a zöld. Tehát akkor itt átforgatom zöldre, itt akkor átforgatom vörösre. Itt meg akkor ezek mind kékek. És meg is van az átjárunk. Amivel reméljük, hogy ki tudunk jutni. Az elbűvölő teljes mértékben. Hurry up. Yes, Dr. Eltimova. I'm doing whatever I can. Get this damn tap open in the end, you'll see. Ah. Ah. That's it. Well, that should convince the Yukel scum to strike camp and go back where she came from. Come on, Helmut. Let's not hang about here. Yes, of course, Dr. Eltimova. Igen, valami olajat öntöttek amúgy bele itt a folyóba. És azon gondolkodok, hogy... Á, igen, a Yukel anatológiája, ezt nem olvastuk el. Tehát itt van a megfelelő idő elolvasni ezt az egészet. Kettessel. Szóval. 17. fejezet részlet a Yukelok kultúra a korokon át. A Yukel kultúra a korokon át. Írt a Bronislav Maus 1962-ben. A Yukelok által lemészárolt mamut. Yukel mesék szerint leegyezte Borislav Maus. Oké. Okay. Egy oldal, két oldal, három oldal, négy oldal. Négy és fél. Jó.
Ezt elolvasom, jó? Akit nem érdekel, az nyugodtan görgessen bele, vagy ugorja át a videót, vagy gyorsítsa fel, jó? De akit meg érdekel, annak felolvasom. Na, előszó. Yukolok. Egy név, ami az általában lusta olvasókat rendszeresen Google keresésre készteti. Soha előtte nem hallottak ezeknek a lenyűgöző embereknek a létezéséről. Eme erős, vadul, független és kedves emberekről. Tehát miért lengi körül a titokzatosság illata ezt az ezer éves kultúrát? És hogyan lempentsünk fel ezt a fájtlat? A munka, amit a kezében tart, az alapvető forrás a témában. Habozás nélkül kinethetem, hogy olvasva azt közvetlenül az erről a kultúráról szóló tanulmányokhoz vezet, mely évekig tartott ugyan kutatás részeként, amit a szerző és én készítettünk paleontológia. Mégis mi nagyobb bók az akadémiai munkának, mint hogy ösztönözze kollégáját vágyát a kutatás új területének feltárására, és átadja ezt az új és hosszantartó szenvedélyt a hallgatók egymás követő generációinak. Yukol törzs eredete. Ja, bocsánat, itt még van egy. Tehát Corvinus Post Barokstadt Egyetem paleontológiai professzora. Szóval, a Yukol törzs tagjai Bronislav Maus beszámolóiból készült illusztráció. A Yukol törzs eredetének pontos megismerése egy nehéz, ha nem lehetetlen feladat. Az északi Urál és francia Alpok között szétszórt nyomok és romok mégis olyan eredetet tanúsítanak, amely legalább a történelem hajnaláig nyúlik vissza. Ehhez a szokatlanul hosszú élettartamhoz egy másik figyelemre méltó tény is párosul, a Yukol szokások és hagyományok jellege évezredek után változatlanul. A törzs életmódjának eme ritka megőrzése elsősorban diszkrécióval magyarázható, mivel a Yukolok szinte ismeretlenek közöttünk. Jó. Két tényező kölcsönhatása áll a E-törzssel kapcsolatos általános tudatlanságunk hátterében. Az első a Yukolok nomád életvitele, vagy még pontosabban félnomád, de erre később még visszatérünk. Amihez köthető a második tényező, hogy a törzs által bejárt útvonalak leginkább felfedezetlen és vadvidékeken vezetnek keresztül. Azoknak a hatalmas méretét tekintve és domináns civilizációnak a külső területein, melyek lettették a névjegyüket Eurázsia történelmében. Ez a két tényező lehetővé tette a Yukolok számára, hogy elkerüljék az etnikai és vallási tisztogatás minden kísérletét, kimaradva a fő konfliktusokból, melyek megrázták a kontinenst. Ezen tényezők tették lehetővé a kultúrájuk megőrzését. Mindazonáltal később visszatérünk erre a pontra, a Yukolok nem mindenkinek ismeretlenek. Vándorlásaik rendszeres kapcsolatot teremtenek az őslakosokkal, de még ha az utóbbiak el is viselik az átjárás, soha nem fogadták el szociálisan a törzzsel való keresztezést, ezzel megelőzve a kulturális felhígulás bármilyen formáját. Gyűjtögetés Szánkova, Bronislav Maus beszámolóiból készült illusztráció. Kapcsolat a természettel. Tagadhatatlan, szinte szerves kapcsolat van a Yukol törzs és a természet között. Civilizációjukra utaló ritka nyomok barlangkő hagyományokat biztosítanak erős alkalmazkodási képességeik mellett. A törzs természetesen barlangokat népesített be a nyugati föld vándorlásai során, még a sarköri régióban jégbarlangokat foglaltak el, melyeket maguk faragtak ki saját kezüleg. Yukoli építészet Bronislav Maus beszámolóiból készült illusztráció. Ez a Szibéria 2-ben amúgy voltunk itt annak idején. A Yukolok számos állatfajjal élnek szimbiózisban, akár a baglyokat nézzük, melyeket megszelídítettek és hírvívőnek képezték ki, vagy a kevésbé ismert Yukit, Canis Ursus Polaris-t, melyet nyomkövetőként, juhászkutyaként és szánhúzó kutyának használták. A törzs háziasítás szakértője lett. A Yukolok túlélése közvetlen összeköttetésben van az egyes állatfajokkal. Több bizonyíték van arra, hogy a törzs az ősidőkben a mamutok közelében élt, az állatok teherhordóként, szállítási eszközökként és hús, illetve gyapjú forrásként szolgáltak.
gigantikus csontjaikat felhasználták építőanyagként vagy bútor készítésre. Itt vannak a lyukik. Borislav Maus beszámolóiból készült illusztráció. No. A lyukolok úgy vélik, hogy a mamutok valójában nem haltak ki, és még mindig léteznek a kontinens északi részén elterülő nagy szigeten. Ezen sorok szerzője inkább a tudományos konszenzusnak megfelelő véleményt kívánja elfogadni. Mindazonáltal kénytelenek elismerni, hogy saját szemével látta a vastagbőrűek csontjaiból származó lyukol közművesek példáit, megdöbbentő állapotban megőrizve. Lyukol megül egy mamutot. Lyukol mesék alapján készült illusztráció, hogy Borislav Mausnak mondták. Az tény, hogy a lyukolok függése áthelyeződött a mamutokról a nagy hóstrucokra. Struthio nivis. A vándorló sarkvidéki madarak népességére, akik makacs és ideges természetükről ismertek. Ezen struccok különlegessége, hogy minden 20 évben nagy vándorlásba kezdenek, mely hatalmas területekre kiterjed. A vándorlás célja, hogy a csapat azokra a földekre jusson el, ahol költeni szoktak. Buja sztyeppék a mai Jakhasztán szívében, vagy Jakhasztán szívében. Lyukol meglovagol egy nagy hóstruccot, Borislav Maus beszámolóiból készült illusztráció. Jó, utolsó oldal. Animizmus és spiritualitás. A lyukol kultúra egyik legérdekesebb tulajdonsága abban rejlik, hogy fel tudja használni az anyagi kényszert. Hogy a törzs egy része kövesse a hóstruccok állományát, hogy biztosítsa az egész csoport túlélését. És átformálja azt egy spirituális eseményé. A hit alap LVV. Valójában azok, akik a törzsből a nagy struccokat elkísérik, a vándorlást lelki utazásként élik meg. Egy bensőséges transzcendenciaként, amelynek célja az, hogy felhívja a szellemek figyelmét az egyénre és a családjára. A vándorlás útja egy elszórtan szent szakaszokra oszlik, szertartásokkal és szellemi kódokkal, amelyeket a karaván sámányai biztosítanak. Szigorúan tiszteletben tartva azokat, ők egyaránt jövendőmondók értelmezik a szellemek által hátrahagyott jeleket, és a vándorlás vezetőinek tanácsadói. Utóbbi a szellemi vezető előjárónak tűnik, és mintha a szellemek választották volna ki, hogy elvezesse a karavánt a legendás szent földekre, ahol a struccok sokasodnak. Egy lyukol mítosz továbbadása, Borislav Maus beszámolóiból készült illusztráció. Na, úgyhogy ez a könyv ez így ennyi. No, és akkor a lényeg, tehát igen, az, hogy itt Olgáék, hát én szerintem olajat öntöttek a folyóba, ami ugye lefelé megy. És elszúrtam, mert nem erre kell jönni, hanem elsősorban erre kell jönnöm. Mert itt van egy kanna. An old gas can, empty. Ami üres, de egyelőre szükségem van rá. No. És ugye nekünk most az a elsődleges feladatunk, hogy lejussunk itt a folyón. Vagy kiussunk úgymond az intézményből. Klinikáról. Na jó, azt hiszem átváltok egérre. Kattingatás céljából. Néha át fogok váltani billentyűzetre, néha át fogok váltani egérre, mert néhol könnyebb egérrel, néhol meg könnyebb billentyűzettel. Hydrochloric acid. Ez egy sósav. Too dangerous without some kind of receptacle underneath. Jó. Akkor vissza az inventoriba. Üres benzines kanna. Corrosion resistant. Rozsda álló. Nagyon jó. Pontosan erre van nekünk szükségünk. Most, hogy miért kell nekünk sósav, majd mindjárt meglátjátok, jó? Csak egy picit előre dolgozok. Hát erre nem jutunk ki, az biztos. És amúgy nem lehet használni rá az sósavat, amit most összeszedtünk. Nem oda kell majd. Igen, most megint ugye az a probléma, hogy...
Micsoda katasztrófa. Na, azért nagy nehezen rá tudtam kattintani. Nézzük, hogy el tudjuk-e zárni. This thing is stuck. Nem, ezt sajnos nem tudjuk elzárni, úgyhogy ezzel nem is kell foglalkozni tovább. Itt van egy csónak, ezzel fogunk tovább haladni. You've gotta be kidding. I have to get rid of this chain. Fast. Na, ettől a lánctól kell megszabadulnunk, és se a kés, se semmi nem hat ellene, csak és kizárólag a sósav. Quickly, or all ostrich is lost. No, hát megérkeztünk ide a Yukolokhoz. Miss Catwalk, help please! What Yukols do to great spirits to deserve punishment. Quickly, or all ostrich is lost. Na, a lényeg, hogy olaj van a vízbe, és ugye a... Miss Catwalk? Piu, piu, piklaklaka! És sajnálatos módon a struccok azok ittak belőle, vagy hát megmártóztak benne. Miss Catwalk! Must do something! Quick! If ostriches drink, they all die! Ez így van. Ah! Ostriches maybe die poisoned? Help me! Help please, Miss Catwalk! Tuk tuk speed! Miss Catwalk, help please! Jó, talán mindenkivel beszéltem. Bízzunk benne. Quickly, or all ostriches lost. The Yukols are going to be overwhelmed here soon. I have to help them quickly. Igen, szegény struccok. Nem éppen vannak jó bőrben. Jó, erre balra nem volt semmi, hogyha mehetünk szépen akkor jobbra. Vissza a csónakkal már nem tudunk menni. Miss Catwalk, sen venu tuk 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 tuk, meni nir buruf. Jó, mi folyik itt? My God, what happened to that poor ostrich? Ostriches won't drink very bad water, tuk. When ostrich is thirsty, and ostrich is not smart, Miss Catwalk.
Chi lako lako, Tuk. Head hard like hard rock. Try to hold them back as long as possible. There must be a way to filter the river water. Ungeremuk, but Miss Ketwalk, go quickly. Miss Kate Walker. Hello, ma'am. You remember me, Miss Kate Walker. Me, ayahuasca. Great Yukul shaman. Me go there and find you somewhere there in the world of the spirits. So you're the one I owe my life to, Madam Ayahuasca. It's you who cared for me before taking me to the doctors in the Valsambor Clinic. I don't know how I can ever thank you. Tuk tuk tuger. Miss Kate Walker go clean river water right up there. Since she traveled long time in magic world, spirits now her friends. They will show her the right path. Aye. Very well. If you say that the spirits are going to give me a hand, I'll try to do that. Miss Kate Walker must now quick go upriver. Jó, akkor menjünk, ne is húzzuk az időt. Hát, hogy a szellemek most nem is segítenek annyira, de én biztosan. Nem tudom, hogy engem akkor lehet a szellemnek nevezni, akkor így. Jó, oké, de majd megoldjuk, nem kell aggódni. Ide kell végül csak eljönni. És itt úr egy feladványt kell megoldanunk. This gauge is obviously for measuring the water flow from the dam. Ez így van. Úgyhogy arra azt kell nekünk. Jó, egy picit vissza. I have to find a way to use this dam to filter the diesel. I have to try. Jó, olaj, dízel, igazából mindegy, egyik se jó. Na, lényeg a lényeg, hogy itt ezt figyelni kell, itt zöld stádiumba kell beraknunk a dolgokat. Az a lényeg, hogy ezt úgy, ahogy van, itt így elzárom. Jó. Elméletileg el van zárva. Ezt itt kinyitom. Meg elvileg ezt kell kinyitnom. És ezt a másodikat, ha jól emlékszem, akkor az alsó az zárva van. Remélem. Valahol, a emlékeim szerint félúton meg lehet akasztani ezt a berendezést. Így, né. És akkor így középen van. Tehát igen, a másodikat itt középen meg kell akasztani, a harmadikat teljesen ki kell nyitni, a fősőt és az alsót azt meg be kell zárni teljesen. És akkor így az olaj ugye az fönt beragad. És az ugye nem folyik le, és csak a tiszta víz folyik itt le alul. The water is clean now, but who knows how much damage has already been done. Hát ez egy nagyon jó kérdés. De hát bízunk benne, hogy most a tiszta vízben meg tudják majd mosni a struccokat. És akkor nem lesz utána már semmi bajuk. Menjünk szépen vissza akkor a törzshöz. És akkor beszéljünk velük. For saving Great Herd. Miss Kate Walker for miracles, muak? Na, azért annyira nem. First guide not come back here. Now all water poisoned. Not good signs. Jukik meg ott fönt. Lustálkodnak. Na, ide most aztán jó beszorultam. Szóval ti meg itt fönt lustálkodtok. Yuki macik. Jó, elvileg most jól vannak a struccok. Ezeket majd mindjárt lemossák, aztán majd télen minden jó lesz. Ügyesebbek lesznek. Na, erről beszéltem, hogy amikor így... Uda van egy másik karakter. Thank you, Miss Kate Walk.
Nincs mit. Na, akkor haladjunk szépen tovább. Bajirtla, Miss Ketwalk. Thanks you and spirits. Ostriches saved. Be careful all the same, Mr. Barut. The dam filtering the water may not hold very long. Saha! Yukos leave here fast to make sure Ostrich is safe. But not possible without Kirk. Him, our guide. I just came from the clinic. Kirk and I shared a room. Saha! How going, Kirk? Megnyugtatom. He's fine. Don't worry, Mr. Barut. Duke, so why him not come back with you? It's taking a while to finish his artificial leg, it would seem. No, Kirk. Yukos cannot leave here. So ostriches want continue journey without Yukos. Can't keep ostriches here very long. Ostriches cross Lake Valsambor alone. And then eaten by lake spirits. Duke. The ostriches crossing the lake, so that has to be a part of the migration? Duke, Duke. Baranur, on other side of lake, is path of sacred plains. Ostriches lay eggs in hot sand on sacred plains. But lake, not anymore frozen, so not be able cross. Listen, Mr. Barut, do your best to calm your ostriches while I go to Valsambor. I promise Kirk to go get his prosthesis and bring it back to him. Bartla, Bartla, Tuk. Miss Ketwalk, you friend of Yukol's. I'm going to speak with the shaman now. Ayahuasca will be very happy. See Miss Ketwalk. She go with you and around you a lot in world of spirits, so they free you. You not die because of her. Jó, na. Volt egy mentés, úgyhogy srácok, lányok, engedelmetekkel itt most én tartanék egy pici szünetet, de visszatérek nem sokára. No, vissza is tértem akkor, egy pici kis szünetből, akkor felfrissülve, de akkor folytatom szépen tovább a Szibéria 3-nak a végigjátszás sorozatát, és akkor itt tartottunk, hogy be kell ide nekünk menni. Egy kicsit visszahallgattam a felvételt, igen, van benne alatta egy ilyen kis statikus zaj, de talán annyira nem vészes. Bízok benne. No. Hát akkor kezdjünk is neki, menjünk akkor szépen szerintem óramutató járásával megegyezően, azaz balra. És akkor beszélgetünk mindenkivel, meg megnézzünk mindent. Igen, ez majd kicsit majd később majd értelmet nyer, hogy mi ez a sok tintahalmánia. A Yukol craftsman surrounded by wood sculptures. The tribe's woodworker? Hello. Ha ha! Kunuk Mak? Miss Ketwalk? Like collect souvenirs? Well, that sculpture there. Ha ha! Kilak! That great spirit, very bad, Miss Ketwalk. Evil monster of watering great lake. Oh, I see. It's a representation of a local legend. Ha ha! Not legend, Miss Ketwalk. Kilak. Very great, very bad. Live at bottom of lake. If the monster really existed, wouldn't he have attacked your ostriches when you tried to cross the lake to continue your journey? Yukos always cross in day. Kilak not like day and light. Always when lake frozen. Kilak not be able to cross ice to eat ostriches then. But now, lake still not frozen. Ostriches impatient. Not good, not good. Na, akkor menjünk sorba, először is Kirk. Kirk being gone so long really has you worried, doesn't it? Kirk, sacred guide. No guide, so not great journey. Miss Ketwalk comes with news about Kirk. His treatment is weakening him, but he was fine when I left. Ah, Kirk come back very fast. Or not good good. Jó, egy kulcs, megjavított kulcs.
One of you repaired a key to help me escape the clinic. Was it you? No. Smith, over there. Jó, és a lyukkal kereskedelem? So, how's business? Tuk tuk! No more client tourists here. No more like you calls in Valsambor. Not good for business. Why don't they like you here? You calls stuck staying too long in Valsambor. Not good. Must leave fast. Goodbye, and thank you for all the information. Okay, Miss Getwalk. Bye-bye. Jó, na akkor ebből is sokat megtudtunk. Hát az igen, hogy nem kedvelik a lyukolokat. Most már ők is ugye tisztában vannak ezzel, hogy nem kedvelik őket. Sinister. Na menjünk akkor ide be, gyorsan. Ha, Miss Kate Walker. You have good news? To be honest, nothing great. Kirk, your young guide, is in the hands of Olga Efimova. That woman has the director of the clinic, Dr. Zamyatin, under her thumb. She also seems to be in tight with a shady soldier. These people hate you, Ayahuasca. They can't stand your way of life. They're the ones who poisoned your ostrich's water. I think they're also holding up Kirk's prosthesis to keep him in the clinic and stop you from continuing your migration. People not like Yukles now. Yukles out of date. If Yukles without guide, not able continue great voyage. Return to North and never leave again. And then ostriches die. Well, hold on. We're not at that stage yet. I promised Kirk I'd go to Valsambor to bring back his mechanical leg. Took. Magic leg not only problem for Yukles. Jó, egy újabb probléma. What's the other problem? Ayahuasca sees bad spirits everywhere on long road for you calls. Now many very, very bad spirits on lake and also after. Baranor very dangerous. Bad luck everywhere. Ayahuasca very, very scared. There may be another way to cross the lake, instead of waiting for it to freeze. I'll find out when I visit Valsambor. Why Miss Kate Walker decide to do all this for us? Hát nem azt mondom, hogy tartozom, de hogy megmentették az életemet. Without the Yukles, I would have died of cold and hunger next to a Siberian river. It's only natural I should give you a hand in return. So Miss Kate Walker decide accompany Yukles on great journey? We'll see. First I have to go to Valsambor. But like you, I seem to be a prisoner in this camp. Yukles not have right to go to Valsambor now. Miss Kate Walker like them. Now she must find pass so that she able to leave here. Jó, köszönöm. I was told about everything your tribe did for me when you found me. Thank you so much. Miss Kate Walker cured. That's what counts. Job of ayahuasca. Jó, az útlevél. Where can I find a pass so I can leave the camp? Before, Yukles could make use of pass machine in cabin at camp exit. But authorities decide break it in small pieces, so now we cannot use. Miss Kate Walker should ask client tourists in Valsambor. Jó, és a Valsambori tó? Strange, the lake taking so long to freeze. This must be a consequence of global warming. Bad spirits at bottom of lake make water very hot. Really nasty bad spirits everywhere now. I'm going to try to find the pass that you told me about. Miss Kate Walker, go quickly. No, akkor nézzünk azért körbe. Vannak itt valamik.
Must be for making clothing. Miss Kate Walker go great journey with you, Coles. Ayahuasca, the Yukul shaman. I didn't think I'd see her again after she helped me save Hans. Igen, ez a hölgy, ez amúgy a Szibéria 2-ben is benne volt, ő segítette Hansot is, amikor beteg volt. No, tehát röviden, tömören, ahhoz, hogy innen... Tehát annyi a lényeg, igen, tehát hogy mi röviden, tömören kell egy útlevél, hogy ki tudjunk innen menni. És megvárom, amíg ez a szöveg itt eltűnik. You don't have a pass to enter the city? How did you get in? I'll be stuck here if I give you my pass to the city. Na, akkor nézzük meg ezt az embert. People not like Yukuls now. Client tourists suspicious and authorities mean. Jó. De itt én még nem tudok kimenni, azért mondom. Fura volt. Keep moving. Keep an eye on your belongings. The pickpockets are swarming around here. If you need any information, go see my colleague at the camp entrance. No time to chat. I've got reports to write in triplicate. Catastrophe with ostrich water mist close. Thank you, Miss Catwalk. Nincs mit. Na, nézzük akkor itt ezt a kovács műhelyet, meg beszélünk akkor a kovácssal is. Ha lehet vele egyáltalán, nem arra megyünk, hanem... For Yukuls could always use stopping cabin. Then hey, visit town. Yukuls wait for guide Kirk. Jó, akkor egyelőre nem tudunk vele beszélni, majd később majd beszélünk vele, de egyelőre. I'm sorry, but I can't give you my pass to the town. Otherwise I'd be stuck here just like you, right? Before, you just needed to get a pass to the town and get it stamped at the checkpoint just outside. But now... No way I'm giving you my pass. That'll teach you a lesson about sneaking around. I'm sorry, but I never help the uninvited. Jó, na, nézzük akkor a struccokat. Meg lehet őket simizni. Legalábbis ezt az egyet, ez engedi magát, hogy simizzük. Illetve, milyen információt tudunk róla? Jó, illetve itt van egy gyúrta, amiben be tudunk menni, úgyhogy most kivételesen akkor most megint azt csinálom, hogy először összeszedem azokat a dolgokat, amire úgymond szükségünk van. Aztán majd később megmagyarázom, hogy mire kell, jó? Meg ahogy is majd látni fogjátok. Na, nekünk ez a tároló. Mondom, ez a tároló kell. És ez a gyertya. Jó. Ja, megnézzük, hogy... Yukul candles. Made with homemade wax. Tehát... Wax. Tehát viasz. Tehát majd szükségünk lesz viaszra, kicsit később, de már most előre fölvettem. Hogy meglegyem. No, akkor még beszélgetünk itt ezekkel is. Client tourists less friendly now. No longer like Yukuls. Guide Kerr gone much too long time. Reaching sacred lands of Ostrich is very difficult in these conditions. Na, és arra... Na, most tök jó, hogy eltűnt az egér kurzor, szóval arra ki tudok majd menni. Give me my pass to enter the city, and then what next? No, my pass to the city isn't for sale. The Yukul craftsmen must make these statuettes by the dozen. De egyelőre arra még nem megyünk, először útlevelet keresünk. És az útlevelet itt fogjuk amúgy megtalálni valakinél, majd valaki oda fogja amúgy adni. Igen, veled már beszéltem. What an amazing jumble. Not at all like New York markets. Hát az biztos. Jó, ide bejövünk, és elvileg ez az úriember. He seems more laid back than other visitors. Maybe I should try my luck with him. Ez az úriemberre tudunk beszélni. Normálisan.
Sir, excuse me. Hello, miss. You're not actually from here. I can hear it. What on earth is a young American doing in our beautiful land? Business? Or perhaps tourism? Oh, it's a long story, believe me. I see. In any event, you must try and visit our town. You know, Valsambor is very charming this season. And may I suggest you drop by my tavern? It's the best restaurant in town. Igazából az egyetlen étterem szerintem a városba. Na, ő az egyik olyan karakter, akinél így úgy érzem, hogy itt megint félresiklott így az angol szinkron. Tehát én nem... assistance, miss? Igen, egy pillanat, csak ugye várj egy picit, jó? Tehát így szerintem nálad érzem azt, hogy nem illik így a külsődhöz a hangod. Na, segítségre van szükségem. Ah, yes, that's true. That's a pain it is. But you're actually in luck. I may be able to do something for you. This is my wife's pass. She's not well, so she couldn't come with me. The document is perfectly valid, except she forgot to get it stamped at the town hall. And that's a problem? I'm afraid so. Without the stamp, the document is worthless. Not that long ago, you just needed to get it officially stamped at the police checkpoint, over there at the camp gate. But there hasn't been anybody there since the town decided to come down hard on the U-calls. So this pass is useless? Not necessarily. You need to add a stamp that looks like the official Valsambor seal. The police aren't that sharp-sighted around here, I have to admit. Anyway, I didn't say a word. Good luck, miss. And don't forget to drop by my tavern when you're in Valsambor. Jó, legalább útlevelet már szereztünk. Az egy biztos. Na. You buy kilo artichoke. So give me 50 grams walnuts. Cheap, cheap, cheap. A good deal, not cheap. Ah, you know, Mads. You really do have a good nose for business. All right, then. Please give 2 kilos, young man. But... Oh, gracious me! My wallet! Someone has stolen my wallet! A bunch of chicken thieves, that's all you are. Dimitri, what's going on? What's going on is that people are right to think when they see this. Those damn Yukos have it in their blood. This little peep squeak here stole my wallet. Don't be upset, honey. I have your wallet. I'm your wife, remember? You gave it to me just a while ago so I could buy this pretty ostrich feather shawl. Igen, itt azért vannak azért problémák, az előteljes problémák azért vannak. Na, most, hogy megvan az útlevelünk, igazából most már kiindulhatok. Innen. Mert jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem ártad egy kicsit jó, nyilvánvalóan a játékban addig szórakozunk, ameddig csak akarunk, csak ugye hát mégiscsak úgy igyekezzünk azért egy picit, hogy haladni tudjunk. Na, balra kell majd menni, de először elmegyünk ide jobbra. Megnézni valamit, egy-két dolgot.